zenére, hogy Arisztofanész a Nőuralom című darabról mondjon néhány gondolatot, utána pedig Borbás Gabi színű lésznő ad elő részleteket a darabból. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit, az Affinkumi Színház a műsorváltoztatás jogát fenntartja, ezért nem Borbás Gabi szólója lesz majd a zárás ennek a bemutatkozásnak, hanem ketten olvasunk túl egy jelenetet. Így kezdődik a dolog. Az időre tekintettel, az előre haladott voltára és a hűvösre való tekintettel igyekszem rövidre fogni ezt az ismertetést és bevezetést. Az úgy volt, sétálok az unokámmal, rójuk a kilométereket a falutól eltávolodva, és egyszer csak azt mondja az én unokám, hogy papa, hogy lesznek az utak? Na, mondom, unokám, gondolkodjunk együtt. És a következőre jutottunk. Áll az ember A pontban, és feltétlenül el akar jutni B pontban. Az utak így lesznek aztán, attól függően, hogy mi legyenes út vezet oda, vagy pedig valamilyen kacskaringós a lehetőségekhez mérten ebből. Aztán vannak földi utak, vízi utak, légi utak, és vannak űrutak, de ezt az útszót természetesen fogalomként használva, rögtön azt mondtam az unokámnak, most pedig elmesélem neked, hogy milyen úton jut el az ember, hogy Affinkumban színházat csinál. Ez úgy történik, hogy áll A ponton az Óbudai Önkormányzat, az Affinkumi Múzeum, és azt mondják, hogy színházat kéne csinálni B ponton, Affinkumban, és ebből az elhatározásból aztán születik egy színház úgy, hogy összeáll egy művészekből álló csapat, és ők is elindulnak egy úton, amit jelesül Arisztofánész jelölt ki számukra. Ilyen egyszerű igazából a történet. És akkor ez a csapat, ezen az Arisztofánész jelölte úton elindulva, hogy néven nevezzem őket, Borbás Gabi, aki majd mindjárt ide jön mellém, Földes Eszter, Horváth Péter, Kovács Vanda, Mihályfi Balázs, Pap Dániel és Szabó Gabi, a koreográfus Schmidt Eszter, a jelmezt Rátkai Erzsébet tervezi, és a rendező én magam leszek, aki ezeknek az utaknak szerelmese, és például a hajnali fölriadások ilyen írásra sarkalják a rendezőt. Nincs is annál szebb, amint lazán, pózolva állunk a csúcson. No, de megtenni az utat, ami oda vezet. Egy dolgozatot megírni jelesre, egy tisztára söpört udvar, egy sikeres műtét, egy jól eljátszott szerep, egy jól megírt könyv, mind-mind egy csúcs. No, de megtenni az utat, ami oda vezet. Ez az út például úgy kezdődött, hogy Busz Balázs, Óbuda vezetője, azt mondta Kuruc Katinak, miért nincs színház Affinkumban? És innentől kezdve Isten útjai kifürkészhetetlen. Ez az én bevezetőm. És Gabival akkor felolvasunk egy jelenetet a darabból. Pillanat, rendelem soraimat. Tehát Arisztofánész a Nőuralom. Annyit azért bevezetőnek, hogy miközben alapvetően férfiak és nők örök, kibékíthetetlen küzdelméről szól a darab egyfelől. Arisztofánész nem tagadta meg magát, aki múltjának, jelenének és jövőjének társadalmára is rátekintett, és hát bizony kijöttek belőle olyan dolgok, mint amik most következnek. Nektek van... Házasok vagyunk. Házasok, igen. Nektek van általadva Athén. Megszőni? Vagy hol? Nem, bízisten, hanem kormányzani. Mit? Egytől egyik Athén város közügyét. Afrodite-re! Boldog város is lesz Athén. Miért? Csak mindenért.
Nem lesz szabad rá szégyent hozni a vakmerőknek. Nem hamis hitet tenni, nem árulkodni. Az Istenért ne tedd ezt, meg ne fossz a kenyeremtől. Nem utonálló, nem irigye másnak, nem condra lenni, mesztelen szegény, nem más gyalázni, nem adós befogni. Poseidon úgyse sok ez, ha nem hazud. Megbizonyítom én. Merem is magam biztatni, hogy a legjobbat mondom. Vajon újítást akar-e a nép? Vagy marad inkább a régi szokásainál? Ez az, mi kegyetlenül aggaszt. Ne búsulj! Főjelz mi nekünk a régieket elhanyagolni! Most senki tehát ne feleljen előbb, se vitázz a szavamon, ne vágjon, mielőtt tudná szándékomat. Akarok hát, hogy mindenki egész vagyonát közróla bocsássa. S éljen ki a közalapból. És ne legyen dús ez, nyomult az, s ne szántson amaz sok földet, míg ennek még sírhelye sincsen, s ne tartson egyik nasszolva hadat, míg másik inas gyereket sem, hanem egy legyen a közös életmód, s mindenkire nézve hasonló. Mindenkire nézve közös? Megerél a szart előlem. Hát a szar is közös. Nem, csak belevágsz a beszédembe. Legeljed is közre bocsátok földbirtokot és pénzt, és azután mindent, milyen bárkinek is van. És miután ez mind közvagyon, ebből táplálunk benneteket, mi gazdasszonyilag, takarékosan és állandó gondviselettel. Hát majd akinek földbirtoka nincs, csak ezüstje, aranya, láthatlan vagyona? Azt is béadja a közösbe, mert ha nem, akkor hamis esküt tesz. De hiába is eldugnia, mert nem veszi hasznát semmire. Miért nem? Mert senki szorultságból nem ad és nem vesz. Bírva maga mindent. Kenyeret, süteményt, halat, öltözetet, koszorút, bor, csícseri borsot. Mit nyerne hát amaz eltagadó? Hát, ma leginkább nem azok lopnak, kiknek van mindene bőve. Ezelőtt, nálatok, alattatok, igen. Míg fennállt az előbbeni törvény. De ma már, miután közös a vagyonunk, mit nyerne az eltagadással? Hát, aki leányra vetette szemét, szabad ilyen közösből bennie. Azt is közre bocsátom. Akármely férfi, akármely nőt kiszemelhet kényére magának nemzemi gyermeket. Hát, ha bizony mind a legszépire tódul? Ha, aki a szépet megóhatja, nem szabad ehhez nyúlnia, még a csúnyával elég köze nem volt. Hát, ha belőlünk öregebbekből, míg a csúnyákat öleljük, kifogy a szusz, mielőtt a széphez jutnánk? Nem haragusznak. Miért nem? Ifjú leánynak öröm lesz az, ha belőled korábban kifogy a szusz. Mind bölcs dolog ez, nektek legalább. Van gondoskodva, hogy egy zsák se maradjon folt nélkül. De mi fog történni a férfiú nemmel? Mert futnak a nők a csúnya elől, s mind a szépre vadásznak. Nem szabad a nőnek sem szép férfival addig örülni, míg a rútnak elég, s a kicsinek kedvét nem tölti egészen. Demokrata terv az enyém.